Most megnézzük a rétegek használatát ebben a részben. Elsőként megnyitunk egy képet, amit a korábban tanultak alapján szépen méretre vágunk a kívánt alakzatra. Ehhez ezt a gyors crop eszközt fogom választani, aminek segítségével kiválasztom a kívánt képarányt, képkivágást, és ez megtörtént, nyomok egy Enter billentyűt, és elkészült a képem. Most szeretnék több réteget létrehozni, illetve több képet alkalmazni egy fájlon belül. A rétegek létrehozásához itt a réteg fülön belül az alsó sorban az új réteg hozzáadása ikon segítségével tudok egy másik réteget létrehozni, illetve egy adott réteget jobb klikkel rákattintva le is tudok törölni. Most nyissunk meg egy másik képet, File, Open, jelen esetben ezt a zöldségek képet szeretném megnyitni. De szeretném, hogyha ez a kép az abban a fájlban lenne, amin én korábban dolgoztam, akkor ezt a réteget át kell másolnom. Ezt pedig úgy tudom megtenni, hogy a réteg nevére a réteg Duplicate Layer, és itt rákérdez a szoftver, hogy hova szeretném ezt másolni. Én azt mondom, hogy a fotós oktatóanyag JPG-be szeretném ezt a réteget átküldeni, és leokézom. Átkattintunk arra az ablakra, ami nekünk aktív volt, korábban aktív volt, és látjuk, hogy kaptunk egy olyan réteget, amin ez a zöldség rajta van. Viszont szeretnénk, hogy ez a zöldség körbe lenne vágva, mert nekünk csak maga a növény fog kelleni belőle, az a 2-3 zöldségnövény, és ezt szeretném majd rátenni erre a buborékos háttérre. Ezt hogyan tudjuk megtenni? A varázspálca eszköz segítségével megnézzük, hogy egy 40-es tolerancia szint mellett milyen eredményt kapunk. Hát azt látjuk, hogy ez nekünk nagyon nem megfelelő, hogyha egy ilyen visszavonással ezt megszüntetjük, és megnézzük a radi eszköz segítségével, hogyan tudjuk levágni az egyes részeket a képből. Ez sem fogja nekünk a legjobb eredményt adni. Ezt visszavonjuk, és a varázsradír segítségével megpróbáljuk levágni a lehető legtöbb részt. Látjuk, hogy a 32-es tolerácia szint mellett még túlságosan sok rész maradt fent, illetve a gombából egyes részek hiányoznak. Ezt hogyan tudjuk eltüntetni? Szerkesztés visszavonással a tolerancia szintet átállítjuk 20-as szintűre, nem 255-ösre, hanem 20-asra. 20-as szintűre, és most megpróbáljuk letörölni. Most látjuk, hogy a nagy része már eltűnt a képről. Ráközelítve az apró részeket is megpróbáljuk eltávolítani. Ha ezzel nem sikerül, akkor használjuk a korábban alkalmazott görbe kijelölő eszközt, és itt a Pen toolra kattintunk, mert szépen azokat a részeket elkezdjük majd lemetszeni a képről, amikre nekünk nem lesz továbbra is szükségünk. Ez egy kicsit időigényesebb folyamat, azonban egy nagyon szép és pontos vágási képet fogunk kapni a folyamat végén. Persze időt kell arra szánni, hogy ezt körbejelölgessük. Ha ez megtörtént, akkor a Convert Point Tool segítségével ezeket a görbéket alkotó töréspontokat szépen alakítani tudjuk. Kívánt módon. Minden egyes ívet ráigazítunk a képre. Az Alt gomb lenyomása, baloldali Alt gomb lenyomása mellett a töréspontnak a irányvektorait szépen külön is tudjuk mozgatni. Különböző hosszúsággal, hogy minél finomabb és minél pontosabb kijelölést kapjunk. Ha távol vagyunk, nyugodtan a navigátor csúszkája segítségével rá tudunk közelíteni a képre, és szépen az adott görbe vonalát ráillesztjük a képünkre. Ha valamelyik képpontunk nincs a megfelelő helyen, akkor ezt a Direct Selection-nel szépen a megfelelő helyre tudjuk mozgatni. És ugyanúgy a Direct Selection-re kattintva megkapjuk az adott pontból kiinduló irányvektort, amit utána szabadon tudunk alakítani. Tehát nem kell mindig új irányvektort létrehoznunk, hanem elég, ha szabadon alakítjuk. Itt látjuk, hogy túlságosan nagy szeletet vágtunk bele a gombába, szükségünk lesz még egy töréspontra, ide hozzáadunk egy töréspontot, és a Direct Selection túllal a kívánt helyre mozgatjuk. Így. És már is finom hangolni tudtuk a gombánál ezt a bemetszést, illetve itt még ennek segítségével ezt pontosan be kell állítanunk. Így, ezt el tudjuk tolni. És megnézzük, hogy a paradicsomnál is minden stimmel-e. Itt úgy látszik, hogy ez túlságosan messze van. Itt érdemes úgy kivágni, hogy azok a képpontok, amik túlságosan világosak lennének, nem megfelelőek, azok eltűnjenek a képről. Ha ezzel megvagyunk, akkor ezt a görbénket megnézzük, hogy melyik rétegen dolgozunk. Fontos, hogy a görbe azon a rétegen legyen, amelyikből meg ki szeretnénk vágni a nem kívánt részeket. Átkattintunk a Paths-ra, és azt mondjuk, hogy vágójel legyen belőle, és a Delete gombbal gyönyörű szépen eltüntettük, és kellemesen körbevágtuk a képünket. Select, Deselect gombbal ezt a görbét el tudjuk tüntetni, és megnézzük, hogy hol vannak még felesleges pöttyök a képen. Úgy látszik, hogy most már sehol nincsen, egyedül itt a levél környékén kell eltávolítani azokat a feleslegesen fönnmaradt részeket, ezt pedig megpróbáljuk ezzel a varázspálcával kellő módon kiszedni. Úgy néz ki, egész szép eredménye sikerül. Ezt is levesszük. És ezeket a zavaró pici fehér pöttyöket is megpróbáljuk eltávolítani a képről. Ha elkészültünk, akkor megnézzük, hogy minden egyes olyan zavaró képpont lekerült a képről, mert nincsen szükségünk. Úgy látszik, hogy nem, tehát még ezt a fehér csíkot innen ki is kell vágnunk. Így. Most már eltüntettük az összes zavaró képpontot, Deselekttel letöröljük. Látjuk, hogyha ezt a két képet egymásra tesszük, hoppá, itt még maradt egy, ezt is eltávolítom. Látjuk, hogyha ezt a két képet egymásra tesszük, Túlságosan zavaró és túlságosan részletgazdag a háttér. Mit tudunk tenni, hogy ez esztétikusabban nézzen ki? Azt tudjuk tenni, hogy a layers fűre visszakattintva az üres rétegünkben létrehozunk egy alakzatot. Korábban alkalmazott alakzatok közül kiválasztjuk a téglalap alakzatot, ennek a festőszínét pedig fehérre tesszük, és nem görbét, hanem pixelt választunk ki, és az opacitását ennek később majd állítani fogjuk. Én úgy gondolom, hogy deselect, mert eddig csak a selektált részbe tudtuk betenni. Én úgy gondolom, hogy körülbelül egy ekkora mezőre szükségünk lesz ahhoz, hogy elegánsan kinéző ablak legyen. Ha az elkészült, ezt a réteget, illetve ezt a réteget össze akarjuk majd jelölni, és be akarjuk pozícionálni egymáshoz képest. Ezt hogyan tudjuk megtenni? Ezeket a rétegeket, hogyha nem kívánt sorrendben van, mindig a legfelső réteg van legfelül, tehát a réteg sorban jelzett legfelső réteg van legfelül. Jól látszik, hogy a paradicsomos réteg az itt alatta van. Most ezt visszavonjuk az előző munkát. Átkattintunk az üres rétegre, ott még egyszer megcsináljuk ezt az alakzatrajzolást. Ha ezzel megvagyunk, akkor a két rétegünket összejelöljük, és a két réteget egymáshoz képest összerendezzük, ezeknek a rendező elemeknek a segítségével egymáshoz képest a tetejére tudjuk rendezni, a közepére, az aljára, a jobb oldalára, alulra a közepére és a bal oldalára. Nekünk jó lesz ez az alsó. Kikattintunk mellé, megszüntetjük a réteg kijelölését, kiválasztjuk azt a réteget, amiket arrébb szeretnénk húzni, Shift gomb lenyomása mellett viszintes vagy teljesen függőleges irányú elhúzást lehet végrehajtani. Ezt ide húzzuk, és az opacitásán szeretnénk ennek változtatni. Ezt miután már rétegé alakítottuk, illetve rétegé alakult, itt tudjuk megtenni a rétegfülnél. Ennek lecsökkentjük az opacitását körülbelül 60-62%-ra. Majd átkattintunk a paradicsomunkra, és behelyezzük a kívánt helyre. Ha azt szeretnénk, hogy ez pontosan középen helyezkedjen el, ugyanúgy járunk el, mint a háttér és a fehér folt esetében, azaz a kettőt összejelöljük, közép módon el van helyezve. Ennek a méretét én meg fogom változtatni, mert úgy vélem, hogy túlságosan pici, és most a kettőt együtt. Valamikor a szoftver rákérdez arra, hogy a transformációt végrehajtjuk-e vagy sem. Természetesen ahhoz, hogy tovább tudjunk dolgozni, ezeket a transformációkat minden esetben végre kell hajtani. A háttérből szeretnénk levágni, mert belelógott ez a logó. Ezt így megtesszük, és egy Enter gombot nyomunk. Ezt a rétegünket is arrébb visszük, ez kényelmesebben helyezkedjen el. Ezt a réteget, illetve ezt a réteget összejelöljük, és egymáshoz képest középre pozícionáljuk. A háttérréteget és az előtti réteget egymáshoz képest alulra bepozícionáljuk. Majd ezt a két réteget együttesen elmozgatjuk egy összejelölés segítségével. Kaptunk egy esztétikus képet a paradicsomunkról, illetve csináltunk egy takarást, hogy a háttér ne legyen túlságosan zavaró. De azt szeretnénk, hogy ez egy kicsit kisebb legyen, mert túlságosan nagy helyet foglal a képen. A kettő réteget összejelöljük, hogyha mind a kettőt arányosan leszeretnénk kicsinyíteni, a Shift gomb lenyomása mellett arányos kicsinyítést végül fogunk tudni hajtani. Ha azzal elkészültünk, a transformációt leokézzük. És megvan egy ilyen betétünk. Szeretnénk készíteni erre egy feliratot. Ezt hogyan tudjuk megtenni? A feliratot sem célszerű rárakni egy olyan képre, ami túlságosan zajos. Azt tudjuk tenni, készítünk, csinálunk még egy réteget, és erre a rétegre egy másik téglalapot rajzolunk, azonban ezt a téglalapot nem zöld színűre szeretnénk színezni, nem fehér színűre szeretnénk színezni, hanem valamiféle legyen egy zöldes árnyalat. Mondjuk ez a zöld, vagy narancsos szín. Egy kellemes narancsosabb árnyalat. Kattintsunk erre. Jelöljük ki ezt a téglalap eszközt. És húzzunk ide egy téglalapot. Fordítsuk meg a kijelölést, és töltsük ki ezt a téglalapot a kívánt színnel. Ha nem azt a színt kaptuk, amit szerettünk volna. Véleményem szerint ez a narancsága is túlságosan sötét, ennek is jó lenne valamiféle áttetszőséget, opacitást adni. Az opacitását állítsuk be arra a kellemes értékre, amit szeretnénk megkapni itt a képen. Ez jónak tűnik. Nézzük, hogyan tudjuk feldobni ezt az ábrát. Próbáljuk meg. Behúzni ide ezt a háttér fehér képet. Leokézzük. Mellé kattintunk. És kaptunk egy kellemes ábrát. Szeretnénk feliratozni is ezt a képet. Mégpedig úgy, hogy megnézzük, hogy mi történik, hogyha függőleges feliratot szeretnék a képre írni. Először is kiválasztjuk a felirat helyét, majd beírjuk a feliratot, hogy zöldség, de látjuk, hogy ez a szín ez nem lesz megfelelő. Ehhez valami sötét szürke színt fogunk kiválasztani. És itt az ő betűt ki kell cserélnünk, ha bele szeretnénk írni, ki szeretnénk javítani, vele kattintunk a kívánt betű helyére. Zöldség, bocsánat. Itt valami oknál fogva ez nekem átállítódott. Zöldség. És azt mondjuk, hogy ez a felirat nagyobbra szeretnénk venni. Legyen ez a felirat 72 képpont, sőt, én úgy gondolom, hogy lehet ez nyugodtan 100 pont nagyságú. És a befoglaló méretet is kellene tudnunk állítani. Kihúzzuk ide a keret mellé, megkapjuk ezeket az állító nyilacskákat, és annak segítségével be tudjuk állítani a felirat méretét. Ha rákattintunk a mozgató eszközre, akkor ennek Shift lenyomása mellett a méretét is be tudjuk állítani. És le tudjuk okézni. Ez a felirat elrendezés amúgy nem túl szerencsés, érdemes inkább nem függőleges, hanem egy szimpla, hagyományos felirat elrendezést elkészíteni. Szintén ugyanúgy járunk el, mint az elején. Én ezt most fehérrel fogom beírni. Beírom, hogy zöldség. A betűméreten állítunk. Nyugodtan lehet 120 pont méretű is. És azt mondjuk, hogy non-sharp, ne legyen túlságosan erős, hogyha a keménységét non-sharpra állítjuk, látjuk, hogy egész pixelessé válik ez a felirat. Ha viszont visszamegyünk, és az értékét átállítjuk sharpra, vagy strongra, egy még erősebb képet fogunk kapni erről. Ezzel meg vagyunk. Shift gomb lenyomása mellett itt jelzi is a szög ikon, 90 fok, 60 fok, 30 fokonként állítható, 30 egész fokonként el tudjuk forgatni, és be tudjuk tenni a kívánt helyre. Arra figyeljünk, hogy a betűk rendezésénél a szoftver beleteszi az ékezetet is. Itt ugyanakkor a Photoshop segít abban, hogy az ékezetet alulra fölre rászámolja, tehát pontosan középe tudja helyezni. És meg is kaptuk a feliratunkat. Ebben a munkában alkalmaztuk a rétegeket, a körbevágást, körbevágásnak több fajtáját, használtuk a görbét, használtuk a szöveget, és használtuk az alakzatrajzolást.